Tegnap este megszületett a végleges döntés. Orbán Viktor nem kapja meg a helylátási alapban lévő uniós pénzeket, sőt, a kohéziós pénzekből is befagyasztottak 2600 milliárd forintot. Hiába való volt az Európai Bizottság elkápráztatására szolgáló törvényhozás, és hiába való volt a megannyi vétó feladása, Orbán Viktor legfontosabb európai politikai mérkőzése brüsszeli fegyverletétellel zárult. Orbán Viktor ma azt állítja, hogy mindig is ilyen fehér zászlót akart, a bicikliről pedig mindig is így akart leszállni. A demokratikus koalíció szerint Orbán Viktor hatalmas vereséget szenvedett Európában. A tegnapi döntés azt jelenti, hogy nem jön uniós pénz, amíg azt ellopják. Orbán Viktor nem csak a helyreállítási alapban lévő uniós pénzeket bukta el, hanem a kohéziós alapban lévő pénzek is befagyasztva maradt 2600 milliárd forint, hiába vezényelt visszavonulót például az ukrán hitel vagy az európai multiadó ügyében. Orbán egy olyan fehér zászló tűzött ki a Kármenita tetejére, amiért cserébe nem jár egyetlen egy euró sem, ez hatalmas vereség a magyar miniszterelnöknek. Már az árnyékkormány jelenti Magyarország egyetlen reményét arra, hogy hozzájussunk ezekhez az uniós pénzekhez, amit Orbán Viktor elvesztett, azt csak Dobrev Klára tudná visszaszerezni. A miniszterelnök célja a vétókkal és az Európai Bizottság megnyugtatására hozott törvényekkel éppen az lett volna, hogy megszerezze a helyreállítási alapban lévő sok ezer milliárd forintot. Ezek azok a pénzek, ezek azok a támogatások, amiket gyakorlatilag bármire fel lehet használni, és nem évek múlva érkeznek meg hosszú pályázati eljárásokat követően, hanem szinte azonnal megkaphatná az ország ezeket a támogatásokat. Ezt a pénzt Orbán Viktor tegnap este elveszítette, és csak akkor kaphatná meg jövő tavasszal, ha újra demokratikus jogállamot csinálna Magyarországból, független ügyészséggel és független igazságszolgáltatással. Ez nyilván nem fog megtörténni, nem véletlenül ír a teljes európai sajtó Orbán megalázó vereségéről. A demokratikus koalíció szerint egy olyan fehér zászlót tűzött ki Orbán Viktor a Kármelita korostól tetejére, amiért cserébe nem jár egyetlen egy euró sem. Ez hatalmas vereség a magyar miniszterelnöknek. Hiába való volt az Európai Bizottság elkápráztatására szolgáló törvényhozás, és hiába való volt a megannyi vétó feladása, Orbán Viktor legfontosabb európai politikai mérkőzése brüsszeli fegyverletétellel zárult. Mára az Árnyék kormány jelenti Magyarország egyetlen reményét arra, hogy hozzájussunk az uniós pénzekhez, amit Orbán Viktor elvesztett, az csak Dobrev Klára tudná visszaszerezni.